Köszöntöm Önöket, a Telena magazint látják. Több mint fél százan jöttek össze a Vándorló Szépkorúak idei évzáró rendezvényén azért, hogy megünnepeljék az alig egy éve alakult közösség idei eseményekben gazdag esztendejét. Idén utoljára jöttek össze a nemrégen alakult tolnai Vándorló Szépkorúak, hogy együtt zárják a közös élményekben abszolút gazdagnak mondható esztendőjüket. 54 fős a csoport, ebből sajnos betegség véget hárman nem tudnak jönni, a többiek itt vannak, nagyon-nagyon gazdag éve zárunk, és sokat voltunk kirándulni, fürödni járunk, szeretjük a természetet, nagyon nagy programjaink voltak, el voltunk májusban, Murgán voltunk egy maján is hon. Az ősszel volt egy nagy háromnapos rendezvényünk, Észak-Magyarországon voltunk kirándulni, Észak-Magyarország csodáit megnéztük. Úgy gondoltam, hogy egész évben együtt vagyunk, akkor ne csak a fürdésemmel, a kirándással együtt. Itt van a nyakunkban egy hét múlva, itt lesz a karácsony, és karácsonyozunk együtt, mert sajnos vannak olyan csoporttársak, akik földrajzilag nagyon távol vannak a gyerekei, és nem tudnak együtt lenni, és ez az ő karácsonyuk a mi családunkban, a vándorlók családjában. Bizony, a Vándorló Szépkorúak közössége méltán érdemli ki a családi jelzőt. Így gondolják ezt a különösen összetartó taguk is. Akik a Vándorló Szépkorúak csapatában vannak, ezek mind majdnem egyedülálló emberek. És nekik ez egy boldogság, egy felüdülés, hogy emberek között lehetnek. A mindennapjaimban alig hallok szót, csukott ajtónál vagyok otthon, és itt minden gondunkat megbeszélünk. Akkor is, ha fürdeni megyünk, ott is tudunk beszélgetni, ha így összejövünk, akkor szintén mindenki a családjáról, unokákról, gyerekeiről szívesen beszél. Az alig több mint egy éve alakult közösség programjait és az őket jellemző összetartást Tolna vezetése is bizakodva figyeli. Az a felismerés hozta létre, amennyire János barátommal én az elmúlt évben beszélgettem, hogy jó-jó kirándulni, üdülni, jól érezni magunkat, de igazából az a felüdítő, amikor ezt barátokkal lehet megtenni, nem egyedül megismerni értékeinket, szépségeinket, hanem egy összetartó baráti közösségben, és hát lassan oda jut ez a szervezet, hogyha így folytatják tovább, akkor egy úti kalauzt is kiadhatnak, meg fognak telni a lapok. Túl azon követve utazásaikat, vándorlásaikat örömmel látom, hogy olyan helyi kvázi eldugott kis értékeket is fölkutatnak, tájházakat, faluházakat, kis pár száz lélekszámú települések helyi közösségeit, velük együtt közös programokat szervezve, ami azt gondolom, hogy szinte egyedülálló, nagyon üdítő és előremutató, hogy hogyan tudjuk értékeinket megőrizni, továbbvinni, közösséget építeni. A közösség titka az, hogy itt az idős emberek is megtalálják a számításukat, jöhetnek kirándulni, fürödni. Olyan személyek, akik 80 évet is elmúlták, és azoknak nincs helyük a mai szórakozási lehetőségek között, nekik itt van a helyük. Na most én még nem vagyok 80 éves, de már közeledek ahhoz, és itt nagyon jól érezzük magunkat, mert baráti társaság alakult ki, és ez a lényeg. Egymást megköszöntjük, találkozunk egy kis étkezésre, mint most is, és így ünnepi műsort is szerveztek a vezetőnk, és ezért itt nagyon jól érezzük magunkat, holott én legalább 4 szervezetnek vagyok a tagja, és ilyen értelemben ez a 4. ünnepség, amit karácsony előtt megtartunk.
nagyon-nagyon nagyra tartom, hogy nem csak az épített és természeti értékeinkre kíváncsiak, hanem az a belső érték, hogy összetartanak, több egyedül maradt szépkorú is van, akiket ugye felkarolva, kvázi egy nagy családot alkotva gondoskodnak egymásról, vagy töltik el együtt hasznosan, aktívan az időt. Én nagyon példaértékűnek tartom a baráti körnek a munkáját. Az ebéd után csoporttársak fognak verset mondani. Jöttek az csoporttársak unokai, akik a Fuchs János iskolán, a zeneiskolának a növendékei, ők adnak egy műsort nekünk, majd ezt követően a Tolnai Ifjúsági Fogószenekarnak a megjelent 10 tagja fog nekünk egy nagyon szép műsort adni, és ezután a csoportnak a vegyes kórusa, mert már szeptember 21-én a csoporton belül alakult egy vegyes kórus, 8 hölgyel és 2 férfival, azok nagyon szép karácsonyi dalokat fognak énekelni, és egy csoporttársunk, egy József Attila versen fogja ezt a műsort zárni, és akkor utána beleválunk a lecsóba, és Tausz János fog nekünk velünk szolgáltatni, és akkor mulatunk. A mexikai konyha rejtelmeibe vezette be a Hétköznapi Praktikák nevű rendezvénysorozat részeként a Tolnaiak a Csipszer Bertalan szakács. Mutatjuk is a részleteket. A mexikai konyhában fogunk részt venni. Ez a konyha nagy részben exotikus és pikáns, és a magyar konyha kedvelői is szívesen fogyasztják a mexikai ételeket. Ezek azték, maja és spanyol eredetű, vagy spanyol kulináris hagyományok keveredéséből létrejött konyha. A mexikai konyha főleg babból és babból, csiliből, csokoládéból, illetve kukoricából dolgozik, és nagyon sok fűszert használnak, és nagyon intenzíven fűszereznek és erősételeik vannak, és ezekből fogom készíteni ételeket. Egy kaszadíjat készítünk. Ez egy torti alapos étel, amit megsütünk majd serpenyőben, illetve csinálunk egy rákmártogatóst, és egy sült banánt fogunk készíteni csili csokoládé mártással. A torti alap egy vékony kukoricavízből készült lepény, amit szárazon sütnek köbben. És ez ilyen 2-3 milliméter, különböző ételeket készítenek belőle, ezt töltik, vágják, illetve kétszer sütik adott esetben. Az egyik ilyen módszer, amikor a tortillapot és az étel és a belevalót, tehát a töltelékanyagokat külön tálalják, ezt hívják tacónak. A másik verzió a kaszadilla, amikor a tölteléket mi tesszük bele, és úgy sütjük meg, hogy minden egyben van, és így tesszük a lapra, tehát kétszer sütjük a tésztát igazából. A kaszadilla az egy sajtos készítmény, ebből jött a neve is, a queso, szóval a spanyolul sajtot jelent. Neki merhet állni. Mindig olyan ételeket választok, amit könnyen megtudok és otthon is el tudunk készíteni, és onnan alapanyagok is vannak itt, amik megtalálhatók a környező boltokba, illetve szupermarketekbe. Amíg a rák elkészül, a kaszadiához fogunk készíteni egy grillzöldséget, illetve egy sült hűs. A grillzöldséget ezekből a zöldségekből fogjuk,
cukkini, lilahagyma, kaliforniai paprika és patlizsán. Ezek lesznek a zöldségek. Elég sokan járnak, egyre többen, van egy fix csapat, aki mindig jön, ők mindig itt vannak, örülök is nekik, illetve vannak újak is, akik jönnek nekik is, tehát mindenkinek örülök, aki eljön. Most rövid reklámblokk következik, de maradjanak velünk. Érezze magát otthon a világban? A Neckermann helyi partnere a Romcar Travel két helyen, Tónán a Penny Markettel és Szekszárdon a főpostával szemben várja az utazni vágyókat. Jöjjenek velünk a 2019-es velencei karnevára. Non-stop és egy éjszállásos akciós ajánlattal várjuk Önöket február utolsó és március első hétvégéjén. Ha még nem látta, ne hagyja ki, és merüljön el a világhírű karnevál forgatagában. Foglalható már az összes közkedvelt görög nyaralóhely. Egy hét apartmanban, busszal személyenként már 26.900 forint per főtől, és fizetni ráér majd januárban. Ne feledje, mi azért vagyunk, hogy Ön otthon érezze magát a világban. Nézzen be hozzánk, vagy keresse fel Facebook oldalunkat, ahol kiemelt akciókkal várjuk. Békés, meghitt karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk valamennyi ügyfelünknek. Ne feledjék, jövőre is a már megszokott magas minőségű szolgáltatásokkal és alacsony árakkal várja Önöket Tolnán az Antal Service Kft. Legyél részese a megye egyik legjobb gimnáziumában zajló mindennapoknak. Tudod, hogy mindenki másnál jobb vagy abban, amit csinálsz? Na, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban megmutathatod, mi nem önéletrajz írásra, hanem az életre készítünk fel. Nálunk nem csak magyarul, de angolul, oroszul, németül vagy akár olaszul is piacképes tudást szerezhetsz. Rendhagyó tanóráink, foglalkozásaink segítenek megtalálni a számodra a legideálisabb hivatást. És természetesen tehetséggondozó és sportfoglalkozások is, valamint pezsgő diák élet vár rád nálunk. A Pécsi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodásunknak köszönhetően pedig már a gimnazista éveid alatt belekóstolhatsz az egyetemisták életébe. Egyéni bánásmód garantáltan az egyéniségedhez igazítva a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban, ahol valóban a benned rejlő tehetség kibontakoztatása a célunk. Folytatjuk is a Telena magazint. Több mint 500-an sportolnak egyesületi szinten Tolnán. Következő három részes sorozatunkban a kiemelt önkormányzati támogatásban részesülő 6 egyesület legkiemelkedőbb eredményeit szedjük össze. Mondhatni, a szokásosan jó év volt 2018, és Boros Adriánnak mutatjuk miért. Az idei portugáliai világbajnokságon egyesben a portugálok, a spanyolok, a dél-afrikaiak és az induló két magyar a dobogóra, illetve győzelemre esélyes hajók mellett mutogatták már oroszlán körmeiket a francia egységek is. No és meglepetést keltett szereplésével egy a mezőny nagy része számára ismeretlen dán kajakos is, aki végig ott volt a többiek közelében, de az utolsó kilométerekre már visszaesett. A Tolnai Kajakkenu Klub világhírű versenyzője Boros Adrián a már régebb óta bevált versenyzési taktikát alkalmazta Portugáliában is, jó erőbeosztással kihozva magából a maximumot. Mint utólag kiderült, pályafutása második ezüstérmét nyerte egyéniben. A francia az negyedik lett, tehát ő a végén azért összeszedte itt a portugál srácot, meg a dán gyereket, úgyhogy ők jól mentek, és hát ugye a két spanyol. Ők már régi ismerősök? Igen, most az egyik egység az régi ismerős, az Emilio Merchan vele, szerintem még a Jambi, meg a Szakály Viktor is versenyzett, és hát régi motoros, és még mindig megpróbálta, bár én úgy gondolom, hogy olyan nagy nehézség nem volt vele, úgyhogy a spanyolokkal most azért lehetett bírni.
Egy dél-afrikaival meccselt meg külön a VB aranyért a Tolnaiak nemzetközi klasszisa Boros Adrián, aki a világbajnokságok történetében az egyéniben másodszor ért el ezüstérmet. Az 1-3 között ez döntött, mert az utolsó futószakasz után ugye elmentünk a mezőny másik részétől, de nem tudom azt mondani, hogy ők lemaradtak, tehát ott voltak a nyakunkon, csak nem voltak olyan pozícióban, hogy ők beleszólhassanak. Végülis örülni tudtál az ezüstnek, tehát ez az ezüstérem nem egy a vitrinbe levő VB ezüstérmek között, hanem egy megdolgozott ezüst? Hát ugye ez volt a egyesben a második ezüstérmem, nehéz összegyűjteni egy ezüstérmet. A másik ezüsthöz viszonyítva ez megdolgozottabb? Én úgy gondolom, hogy legalább ugyanolyan. A párosban egyszer már 2015-ben Győrben összejött a Boros-Solti párosnak felnőttben a világbajnoki aranyérem. Pályafutásuk során az idén Horvátországban már másodszor lett Európa bajnok a Tolna, illetve a fővárosi Vasas versenyzője. A 2018-as világbajnokságon is győzelemre esélyes 6-7 páros egyike volt az övék. Versenyzési taktikájuk mondhatni ezúttal is a szokásos volt. Az elején hátul maradtunk, nem folytunk bele ott a verekedésekbe, vízváltásokba, ennek köszönhetően egy csomó energiát megspóroltunk, majd később ott is természetesen előre mentünk, és akkor ott egy ilyen 6-7 fős mezőbolyjal mentünk együtt. Hát itt ugye leestek emberek, följöttek emberek, de ugye általában ez a 6-7 fő volt jellemző. Mondhatni, hogy ez a 6-7 esélyes volt mindegyik a világbajnoki címre? Természetesen, itt azért a spanyolok elég jól rakták be a futószakaszoknál a hajót, és elég jól össze is dolgoztak, ami ugye nagy előny volt nekik, mert ők voltak az egyedüli olyan nemzet, aki ott két egységgel rendelkezett abba a bolyba, tehát a franciák külön voltak, a dél-afrikaiak mi, és ők pedig szépen együtt dolgoztak, elforgattak minket. Az utolsó méterekig lehetett mindenkinek bizakodni, mert öten érkeztünk rá a finishre, és ott azt mondom, hogy majdnem mind az öt hajó az bele tudott volna szólni az egész a végébe. Ami az oldalvizeket, pozíciót illeti, jó helyen érkeztetek a finishhez? Igen, jó helyen érkeztünk a finishhez. De nem jobb helyen, mint mondjuk a riválisok? Hát itt ugye nincs jobb hely, itt van két oldal, és hát itt az dönt a végén, hogy ki a gyorsan. Alig több, mint fél másodperccel a dél-afrikai páros volt a gyorsabb. Egy 30 kilométeres távon elképesztően nüansznyi különbség ez. Fél másodperc, az itt egy méterről van szó, az a szemmel látható. A győri horrorisztikusabb volt, amikor ti nyertetek? Én úgy gondolom, hogy az más volt, az kicsit jobban folyt, ugye Győrbe többször versenyeztünk már, akkor volt egy plusz bennünk, bennem is, ugye első nemzetközi érmeimet szereztem ott, és hát nem tudom, teljesen más volt. Visszanézve, mit lehetne másként csinálni, amit hát máshogyan oldanátok meg? Semmit. Én úgy gondolom, hogy sok mindent meg lehetne még próbálni, hogyha vissza lehetne pörgetni, de hát azzal lehet, hogy csak rosszabbat csinálunk, vagy jobbat. Tehát ezt nem lehet eldönteni. Én úgy gondolom, hogy ott valamiért ezeket a dolgokat választottam, és én az alól nem is akarok kimenekülni, mert a fejemben az van, hogy még mindig ez volt a legjobb döntés. A hűnóhajtott második egyéni világbajnoki cím megszerzése okán két versenyszámban 2019-ben is számolni kell Boros Adriánnal, akit egyébként párjával, Solti Lászlóval együtt a Magyar Kajakkenu Szövetség a napokban az év maratoni kajakosának választott 2018-ban. A Tolnai Asztali Teniszklub, ahol egy a helyi vezetés által felfedezett nagy tehetség Balogh Bence ősszel további fejlődése miatt elköszönt a klubtól, és a férfi pingpong fellegvárának tekintető Pécsen folytatja a serdülőkorhoz ért eddig Tolnán nevelkedő 14 éves srác középiskolai tanulmányait. Mutatjuk Bence Tolnán kezdődött útjának első állomásait. Ismét felszíne hozott egy országosan kiemelkedő tehetséget a tolnai asztali tenisz élet már reflektorfény nélküli szerény lehetőségek között létező időszakában. Ő Balogh Bence, aki már 9-10 évesen remek adottságokat mutatott fel magáról,
Egyébként az egykori tolnai felnőtt válogatottsági jutó kiválóság Balogh Ilona unokaöccse ő, akit a klub fentmaradásáért fáradhatatlanul dolgozó Majzik Tamás edző fedezett fel és egyengedte útjait, aztán a híres nagynéni is bekapcsolódott a srác felkészítésébe. Az eredmény egyébként látványos, 4 év elteltével a serdülőkorhoz érve is ott találjuk a korszerű kétoldalú támadójátékot bemutató Balogh Bencét korosztályában az ország 3 legnagyobb tehetsége között, kinőve ezzel bizony a tolnai lehetőségeket. Miben fejlődtél a legjobban, hogyha bemutatnád most 2 évvel ezelőtt egy videót, amikor itt meccselsz, vagy éppen a nagynénéddel játszol? Tehát mennyiben lenne más Balogh Bence? Hát szerintem technikailag mindenképpen, akkor a kondícióban abban biztos, és még hát igazából ennyi, ezek a fő dolgokban mind. Nehéz szívvel búcsúzott a közelmúltban a tolnai edzőteremtől a nyár végén. A pingpong miatt ugyanis egy pécsi, az ottani egyetemhez tartozó sportgimnáziumban folytatja az általános iskola befejezése után középiskolai tanulmányait Balogh Bence. Nagyon szeretek ide bejárni, igazából igen, itt kezdtem el, ide köt minden. Ennek az egyesületnek köszönhetem, hogy válogatott vagyok. Folyamatosan bíztattak, hogy járjak többet edzésre, ugye eleinte csak heti 1, akkor utána a heti 2-3, és a végén a heti 5-6. Már benne volt. Ott lesz Balogh Bence a pécsi férfi extraligás és NB1-es csapatok utánpótlás holdudvarában, biztosított a fejlődését szolgáló minőségi edzőpartnerek folyamatos jelenléte. 3 edző is foglalkozik vele a hétköznapokon, illetve a hétvégi mérkőzéseken. Hétfőtől péntekig immáron 7-szer gyakorol. Még eligazolása előtt egyébként a kolozsvári Európa-bajnokságon tavaly a nemzetközi szintre is belekóstolhatott. Ott már nem voltak gyenge játékosok, mindenki megütött egy szintet. Azt vettem észre, hogy még ennél is többet kell edzeni, jobban hajtani. A pluszokat ők is ugyanúgy beleteszik, ahogy mi próbáljuk, meg mi tesszük bele. Igazából itt már csak 1-2 javítani valóban a nemzetközi mezőnyhöz képest. Miben érzed lemaradva magad még, amit talán edzéssel pótol? Például a kondiban még mindig, pedig abban már sokat fejlődtem, ők azért sokkal gyorsabbak, erősebbek fizikailag még, de ezeket próbálom mind megoldani. No, a válogatottban ott tudsz maradni, tehát a klub edzés mellett milyen feladatok várnak rád 2018-19-ben a serdülő válogatott tagjaként? Hát jövőre én leszek a 2. ember a válogatottban, serdülőben. Megpróbálunk a nemzetközi mezőnyöken bejutni 8 közé, 4 közé, minél jobban teljesíteni, hogy a jövő évi Európa-bajnokságon minél jobb pozícióból induljon a csapat, és én is egyéniben. Kolozsváron milyen volt sikerélmény, tehát hány meccset nyertél, tudtál meccset nyerni, és mi jelentette a végállomást egyéniben? Igen, tudtam meccset nyerni, viszont egy nagyon jó olasztól kaptam ki, Olaszország második emberétől. Ő azért idősebb is nálam 2 évvel, vagyis 1 évvel. És egy papírforma volt. Igen, papírforma volt. Hogy látod az ő fejlődését, hogy felnőtt korban is ott legyen a legjobb 5 magyar játékos között, mint ahogy most serdülőben már ott? Hát ez nagyon sok időnek el kell telni ahhoz, hogy hát szerintem ifikor végén lehet majd megmondani, hogy benne van-e az, hogy a legjobb 5-ben legyen, mit tudom én még 15 év múlva is. Tehát az csak rajta múlik szerintem. Hozzáállásával, motivációjával nem lesz gond a későbbiek során sem, a tehetség ugyebár adott. Ahhoz is, hogy bővüljön a tolnáról elindult élvonalig, sőt nemzetközi szintig eljutó, ismerté vált asztali teniszezők névsora.
2018-ban valamennyi kollégám nevében is utoljára köszönöm meg, hogy velünk töltötték az elmúlt perceket. Tegyenek így 2019-ben is, mi itt leszünk, és hétről hétre friss közéleti hírekkel készülünk. Addig is töltsék kellemesen az év hátra lévő óráit, és legyen mindannyiuknak eredményekben és boldogságban teljes az új éve. Viszontlátásra!